azt a testvéreim. Na megmutatom, hogy mitől fejlődött ki ez a test ilyen szigorúra. Csumika, hellóztok. Szóval, sziasztok srácok, mert én Doma vagyok, és V-Buckról lesz szó. Szeretnék véleményt formálni, véleményt alkotni. Sose szabad fullba nyomni a kretént. Videósról, és magáról egy adott videóról, amivel én mondjuk nem értek egyet, személy szerint. Majd pont az én szavamra fognak adni az emberek, mert magát a videósokat nem a mondani valója alapján ítélik meg, meg többször a feliratkozó szám alapján. És szerintem egy kicsit rossz felfogás. De függetlenül valakinek mondjuk 300.000 feliratkozója, nem feltétlenül jelenti azt, hogy mondjuk az, amit mond se videósról, vagy egy adott dologról, ugyanilyen releváns, mint mondjuk, amit egy 200 feliratkozós videós mond. Lehet, hogy ez az én esetemben is így lesz. Lehet, hogy ezt a videót 50-en nézik meg. Már nézik 50-en. De én úgy vagyok mindegyik videómmal, hogy ami ilyen, mint ami volt Benny Povás videó. Ott is igazából nézik meg akkor 5-en a videót. Akkor abban az 5 emberbe tudatosulódjon az, ami a videónak a mondani valója. És mondjuk ne kövess el ugyanazt a hibát, hogy tanuljon tényleg abból, ami történt akkor a videó elért a célját, mert annyira én is a megtekintésre mennék, hogy nyilván én is elkezdenék külföldre lopkodni videókat egy az egyben az indexképpen, meg a címmel együtt karöltve, és lehet, hogy akkor több megtekintésem lenne. Mert nagyjából már kezdem átlátni ezt az egész algoritmus, és bár pont nem érdekel, mert én nem azért kezdtem el videózni, hogy én, hogy akkor ebben most meggazdagodjak, vagy én akkor most így legyek olyan celeb, meg úgy legyek olyan celeb, hanem ha tényleg több emberhez is eljutok majd, akkor nem úgy akarok eljutni, hogy egy troll vagyok, de még egy trash vagyok, és az embereknek úgy maradjak meg a fejében, egy trash szutyok videókat csináltam, hanem akkor úgy, hogy akkor ez az ember igenis egy jó videókat csinált, és tudom, igen, rengeteg sok dologba kell még fejlődni, de szerintem mindegyik videós, aki elkezdte az egészet, az beletanult ebbe az egészbe. Formálódott maga a személyisége, maga a videós. Kicsit azt érzem, hogy az egész átalakult egy ilyen nézettség hajhászattá. Melyik az a része ennek az egész videózásnak? Mit kell azt csinálnom, hogy harmad annyi munkával annyi nézettséget tudjak elérni, mint mondjuk egy kisebb videós, tízszer annyi munkával. De összevetni Paul Streetet egy túlszájdal, hát nem ugyanaz a kettő, attól függetlenül az, hogy a Paul Street is külföldről inspirálódik és szerzi a videókat, videóalapokat, és azért csak egy videós ellen érvelni. Szerintem kicsit ellenmondásos, mert hogyha már felosztál és kettő videóst egymás mellé állítottál, akkor már szerintem az, hogy hiteles maradjon az, amit mondasz, akkor szerintem pozitív és negatív dolgokat is kéne mondani. Nem csak egész videóban egy videós ellen kéne az ellen érvelned, hogy nem jó az, amit csinál szerinted. Nem vagyok egy tapasztalt videós, basszus. Én ezt el tudom ismerni. Ha valaki azt mondja, hogy cringe vagyok, akkor lehet. Attól függetlenül szerintem megpróbálom tényleg legtöbbet kihozni a videóimból. És hogy mivel van tényleg a legnagyobb gondom? Talitás. Ami így jelen van manapság. És kinek nem inge tényleg? Mert vannak nagyon pozitív ellenpéldák. De amit abban a videóban hallottam, hogy erre specializálódott Discord csoportok, ahol XY videósok megbeszélik egymással, hogy milyen videókat csinálnak, amik trendingek lehetnek, és erre építik a csatornájukat. Hát nem tudom, hogy mi a legmegfelelőbb szó erre. Lehet, hogy gáz az, hogy úgy gondolom, hogy azt, hogy én hiteles maradjak a nézőim szemébe, akik tényleg néznek, és nem az, hogy 5 másodperc után azért, mert mondjuk a túlszájdot megemlítettem negatív képbe, diszlájkolom a videót, úgyhogy végig sem hallgattam, és meg sem próbáltam érteni. És egy dolog, amit nem értek, hogy ha valaki műfajba jelen van, ahol tudja, hogy ő megosztó videókat csinál videósokról, ezt lekövetkeztetve feltételezem azt, ha valaki már véleményt alkot valakiről, akkor már az legyen, hogy úgy írjon kommentet, mint még anno az 56-os forradalom idején, hogy ilyen cenzúra, meg ilyenek, nagyon csinált taktika, lekötünk mindenkiben, majd utána letörjük a videót 3 nappal később, mielőtt így kialakulna tényleg ebből egy ilyen értelmes vita, kiátrálva az egész alól. De én nem éreztem ezt a Paul Street-es dolgot jogosnak. Függetlenül tényleg attól, hogy én nagyon kedvelem a munkásság, rengeteg sokat inspirálódok is a videóiból, és nem tudtok, hogy ezt a videósorozatot, ezt a lomtársorozatot, szerintem nagyon sokan sejtítettek, hogy ő inspirálta, rengeteg sok Paul Street videót nézek. És te is kiemeltre azt, szerintem ahhoz, hogy valaki ennyi embert maga köré építsen, felépítsen egy ekkora imidzset, ahhoz az kell egy alter ego.
és egy hozzáadott érték a videóihoz. Mert az, hogy valaki lemásolja tényleg a külföldi tartalmat, és nem rak hozzá magából semmit. Például a zenét azt megsemlíti, hogy ő még zenél is. Aval is nem kevés embert mozgatott meg, és nem kevés elérése van, hogyha már itt a megtekintésekkel takarózunk. Mert még a videóban egyszer sem említette meg, hogy mondjuk például a Réd cím számánál mondjuk 1.500.000-es megtekintése van. Kicsit azt érzem, hogy minél nagyobb videósba kell az belekötni, hogy nagyobb figyelmet kapjunk. Egy minimális közeget kiépítsünk magunk köré. Ki bár a hype után megmarad, ez a reflektorfény ez nem feltétlen tart örökké. Azt, hogy most egy nap rólad beszélnek, neki nem fog erről beszélni. De hype amúgy csak egy ideig tart, de szerintem mindenki tudja. Ugyanúgy volt ez a kékbálna, volt a momó, mindig vannak valami hype-ok, mindig van valami az interneten, mert az embereknek kell valami impulzus, amikkel föl tudják magukat is panolni. Akár pozitív, akár negatív. Most például volt ez a zsebébabás dolog is. El is tartott egy ideig óráig, most már kezd ez az egész lecsöngeni. Ott volt még annól Fortnite, van valami, vagy dráma, vagy hype, valamivel kapcsolatban. De ez nem tart örök, és pont az emberek azt mondják, hogy hát akkor kaptunk most egy minimális hype-ot, pont ez az, ami legtöbbször megfigyelt ezeknél a videósoknál, hogy próbálnak valamibe belekapaszkodni, és föntartani ezt a nézőközönséget, azt az érdekeltséget, ami a hype időszakában jelen volt. És ezt próbálják föntartani, de egy idő után le fog csengeni az egész, és kiírnak a videósok, mert nem tudják egyszerűen, hogy hol folytassák. Mert belefogtak egy olyan dologba, ami szezonális. Meg azt nem értem, valaki videózik, és ott hagyja emiatt az iskolát. Nem tudom, melyik videós volt ez, nem tudom, hogy ez mennyire igaz, de az elég durva. Szerintem a videózás az egy ideig óraig, egy ideiglenes dolog. Pont azért, mert egyszerűen annyira változnak a trendek, fogyasztói kereslet, hogy amit te képviseltél mondjuk egy éve, az jövőre már egyáltalán nem lesz a vevő kínálatnak a legtetején. Kicsit elkanyarodtunk erre az egész bébákos dologra, csak ezt is gondoltam így kötetlenebbül így megemlítem. Ennyi lett volna ez a videó. Nem tudom, mennyire tetszett. Nem tényleg, hogy érdekesnek tartottátok. És igen, azt így leszeretném így a végére szögezni, hogy tudom, hogy nem vagyok egy tökéletes videós, és nem vagyok se tapasztalt, se tökéletes. És nyilván vannak hibáim. Például a legnagyobb hibám az, amikor kevésen bizalmam van így a kamera előtt. Mert alapvetően, hogy én lámpalázas vagyok, és ezen szeretnék javítani, hogy több önbizalmat szerezni ezáltal, a videózás által, de még mindig azt érzem, hogy évek óta is még bennem van egy ilyen blokk, úgymond így a kamera előtt, hogy nem is szeretném tovább húzni az időtöket, mert eléggé hosszú lett ez a videó, basszus, hogyha lesz mint vágni, lesz mint vágni is kacok. Remélem, hogy tetszett, hogy így van, akkor gondoljátok, akkor csapassatok egy lájkot. Ha megtetszett a csatorna, akkor szavazadnál nekem egy bizalmatlan feliratkozást. Én mindenképpen azon leszek, hogy elnyerem majd teljesen a bizalmatokat. Ha gondoljátok, akkor osszátok meg ismerőséteknek is, pedig legyetek nagyon jók, vigyázzatok magatokra. Voltam, na, sziasztok!